Magyar Kanizsai Agrárunió az összes földműves civil egyesületünket tömöríti itt a községben, és valóban hatékonyan igyekszik képviselni a földművesek termelők érdekeit a községben. Az Agrárunió csatlakozott nagyon helyesen ahhoz a kezdeményezéshez, amely Szerbia szerte most jelen van, hogy bármi áron, akár útblokkáddal, demonstratív fölvonulással kikényszerítse a kormánytól azt, hogy a megfelelő agrár intézkedések időben meglegyenek hozva, a földművesek helyzete javuljon megfelelően, és az a 11 pontos követelés, amelyet az Agrárunió is a zászlójára tűzött, azt hiszem hülyen tükrözi a lényegét a földművesek jelenlegi sorsának, állapotának. Pár pontot kiragadnék ezek a követelések közül, amelyet mindenképpen a Magyar Kanizsai Önkormányzat is messzemenően támogat. A legfontosabb azt hiszem, hogy ne legyen kapkodás az agrárpolitikában, ne az utolsó pillanatban, vagy egyáltalán később legyenek azok az intézkedések meghozva, amelyek segítik a földműveseket. Már ott az őszi vetés előtt közvetlenül tudniuk kell a földműveseknek, hogy melyek ezek az intézkedések. Láttuk ezt most a tavalyi év során, és most egész mostanáig, hogy erre nem került sor, egy nagy bizonytalanság van, és nem látjuk ennek a végét. Fontos az a követelés úgy szintén, hogy a Nemzeti Vidékfejlesztési Stratégia, amelyet még februárban ugye elfogadott a parlament, végre legyen hajtva, megfelelően legyenek azok a rendeletek meghozva, amelyek szolgálják a földművesek támogatását. Reméljük, hogy a kormány megszívleli ezt a követelését is a földműveseknek. Ez mellett még kiragadnám a nagyon nagy gondot, ami egy különbséget tesz a földműves szülők gyermekei és a többi szülő, munkásszülők gyermekei között, hiszen a szülési szabadság idejére a táppénzt, a térítést csak a munkások esetén, alkalmazottak esetén biztosítja az állam, a mezőgazdaságban dolgozók számára ezt nem biztosítja. Holott a családok, mezőgazdasági családok is ugyanolyan egyenrangúan kellene, hogy kapják ezt a térítést. Reméljük, hogy itt is megszívleli a kormány és a minisztérium a követelést, illetve azt a kérést, amellyel a földművesek fordulnak a minisztériumhoz. Itt most Magyar Kanizsán egy fölvonulással zárul ez az akciója a földműveseknek. Remélem, hogy eljut majd a hangjuk, a szavuk a földműveseknek messze minden Magyar Kanizsáról. Örülünk annak, hogy több városban most egyidejűleg ez megtörténik, és ez biztosít egy erőt, egy megfelelő együttes összefogást, amely majd kikényszeríti a kormánytól azt, hogy ezeket a megfelelő döntéseiket minél előbb meghozza.